Sziasztok! Szeretnék egy nagyon rövid összefoglalót tartani nektek arról, hogy mivel foglalkoztam az elmúlt mondjuk 2 évben. Írtam egy szakdolgozatot a slam poetry és a színház kapcsolatáról, és arra próbáltam meg válaszokat találni, hogy hogyan érdemes definiálni a slam poetry-t. Ugye minden interjúban vagy kritikában, újságcikkben megjelenik ez a kérdés, hogy mi a slam poetry, és mindig nagyon nehezen tudunk rá válaszolni. És azt gondolom, hogy ez jól is van így, tehát nem kell neki egy definíciót keresni. Nagyon üdvözlendő az, hogyha mindenkinek van egy saját meghatározása erre. Én viszont azt láttam izgalmasnak, hogyha ezt mégiscsak a színház felől közelítem meg, mert számomra ez tűnt a legadekvátabb módszernek. És érdemes azt végig gondolni, hogy a slam poetry-re, slam poetry mint jelenség leírására számos kísérlet született a műfaj 30 éves fönnállása óta, ugye most már azért elég régóta létezik, ez amikor így gyakorlatilag amióta slam poetry-nek nevezzük, és először valószínűleg a műfajnak a külföldi és hazai előadói próbálták meg definiálni a slamet, tehát az ilyen tudományos, akadémikus kereteken kívül saját maguk. Ilyen volt például Mark Smith, aki a Take the Mic című könyvben írta le a tapasztalatait a slamről, és voltak egyébként tudományos kutatások is a tengeren túl, tehát mondjuk Amerikában meg Angliában, de ezek főleg a slamnek a történetét vették sorra, a politikusságával foglalkoztak, vagy azzal, hogy a populáris és az akadémikus költészet között milyen ellentétek vagy társadalmi feszültségek vannak. Ezen kívül foglalkoztak a faji és a gender kérdésekkel a slam kapcsán, és más, főleg a szerzői identitást érintő kérdésekkel. És voltak olyan kutatások, amik az írásbeliség vagy az oralitás kapcsán vizsgálták a slamet, tehát hogy ezek papíron megálló szövegek, vagy pedig csak előadásra szánt szövegek, de azzal, hogy a slamnek milyen kapcsolata van a teatralitással, tehát hogy miért és hogyan él a teatralitás részét képező performatív aktus lehetőségeivel, arról nem születtek kutatások. És ez nekem nagyon fontos volt, én amikor a színház szakra jártam, a színháztudomány szakra a Károlin, akkor arról tanultam többek között, hogy mi a színház, és egyből azt vettem észre, hogy a slam abszolút képezheti egyfajta alfaját a színháznak, lehet rá egy színház definíciót gyártani, és ez nekem nagyon izgalmas gondolatnak tűnt. Az elmúlt 8 évben Magyarországon születtek egyébként szöveges reflexiók, de azok általában ilyen, vagy ilyen beszámolók voltak, vagy nem tudom, kritikák születtek ugye ezekről a versenyekről, tehát tudományos értelemben nagyon kevés szöveg született. Ha mégis, akkor azok általában a slam szövegeknek az irodalom történeti, irodalom elméleti, líra elméleti elemzésére szorítkoztak. Tehát az történt, hogy meghallották ezeket a szövegeket az irodalmárok, és elkezdték őket kontextusából kiemelve szöveg, tehát papír alapú, hagyományos mondjuk versként elemezni. Azt gondoltam, hogy ez sem célra vezető, mert hát így nyilván az előadásról nem esik szó. Azt is tudjuk, hogy nagyon heves polémiák övezték a slam megjelenését Magyarországon, és a kritikusai elmarasztalták a slamet ugye egyrészt a sekélyességért, az állandó tetszeni akarásáért, a magyar líra színvonalára nézvést káros demokratikussága miatt, vagy akár a piaci alapú működése miatt, tehát hogy folyton megtalálja azt a piaci részt, amit a szórakoztató és az elit irodalom sem képes együtt sem lefedni, tehát ez szerintem állati izgalmas. És én erre azt mondtam, hogy azt találtam ki, hogy ezek olyan hagyományos művészetelméletek felől közelítenek ezek a slamnek ezek a kritikusai, hogy nem tudnak mit kezdeni, például a slamnek az intermedialitásával, tehát a médium közöttiségével, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy a költészet programként meghirdetett demokratizálását támogatja a slam, tehát hogy konkrétan arról beszél, hogy ne egy szerkesztőbizottság döntse el azt, hogy mi a jó vers, hanem akár a közönség demokratikusan, és nem tudok mit kezdeni azzal, hogy a populáris kultúra, illetve ugye a posztmodern nagyon sokszor a művészeti produktumot termékként kezeli, tehát megpróbálja eladni, tehát ezzel sem nagyon tudnak mit kezdeni, ezek olyan tények, amik körülöttünk léteznek, amikben mi is nyakik benne vagyunk, nem nagyon tudunk tőlük elvonatkoztatni, ezeket nyilván lehet bírálni, csak szerintem felesleges.
ezért egyszerűen azt gondoltam, hogy hogy a színház az egy olyan a színház elmélet olyan vizsgálati módszer, amivel a slam poetry-re érdemes reflektálni. A slam az egy olyan tipikusan posztmodern jelenség szerintem, amit így nem lehet megragadni a különböző disziplináknak, tehát a különböző tudományágaknak a lehatároló elemzéseivel vagy gyakorlataival. Tehát azt kell, tehát interdisziplinálisan kell elemezni, tehát minimum a színház és az irodalomnak a közös meccéspontjában kell szerintem a slamet vizsgálni. Tehát ez a minimum, és akkor még nem beszéltünk egy csomó társadalmi, szociális és más kulturális vetületről. Én azt írtam, ezt hadd olvassam nektek föl, hogy a slam poetry pontos definíciójának a megalkotása érdekében elkerülhetetlen, hogy figyelembe vegyük a jelenség írott, orális és performatív jellegéből fakadó médiumok közöttiségét, továbbá ezt szem előtt tartva interdisziplinárisan is alkalmazható módszerek segítségével kultúra-tudományos elemzés tárgyává tegyük. Ennek érdekében a slam poetryt a teatralitás fogalom körén belül konstruálódó performatív aktusként értelmezem, és így módon egyfelől színjáték típusként, másfelől társadalmi jelenségként írom le. Tehát az volt az én konklúzióm a szakdolgozatban, hogy a slam poetry az egy színjáték típus. És ezért én azt gondolom például, és ezt nagyon szorgalmaznám és nagyon üdvözölném, hogyha a slam eseményekről színház kritika jellegű kritikákat írnának akár a szakértők, hozzáértők, akár azok, akik művelik a slamet. Tehát azt gondolom, hogy a slamet érdemes a színház kritika tárgyává is tenni. És utolsó gondolatként elmondanám azt, hogy van egy nagyon híres színház tudós, akit úgy hívnak, hogy Erika Fischer-Lichte, és neki van egy színház definíciója, ami úgy szól, hogy A színész megtestesíti X szerepet, miközben S néző figyeli. Tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy ez a színház. Valaki megtestesít egy szerepet, amit egy néző figyel. És én ezt úgy egészítettem ki, tehát a slam poetry-re leszűkítettem ezt a definíciót, és azt mondtam, hogy a slam poetry az, amikor A slam előadó megtestesíti X a T szöveget előadó slammer szerepét, miközben S néző figyeli. Tehát semmi más nem tettem, mint hogy a színház definíciót leszűkítettem egy olyan verzióra, ahol a T szöveg mindenféleképpen, tehát textus szöveg mindenféleképpen elhangzik. Tehát egy olyan színházi, performatív aktus, ahol mindenféleképpen szöveget adunk elő, szöveg hangzik el, és így élünk a performativitás nyújtotta lehetőségekkel. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna elmondani, nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető vagy izgalmas. Én ezt nagyon izgalmasnak találtam. Nem azt, amit elmondtam, hanem a kutatást magát. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen.